Bejelentette lemondását az izraeli védelmi miniszter egy nappal a gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamasszal megkötött tűzszünet után. A Viktor Lieberman az Izrael a hazánk frakciója számára összehívott rendkívüli értekezleten jelentette be, hogy távozni kíván posztjáról. Egy tűzszünet, amelybe a Hamaszt is bevonjuk, behódolás a terrornak. Ezt nem lehet másképp értelmezni, nincsenek rá más szavak. Izrael jelenleg rövid távú megnyugvást vásárol, a nemzetbiztonságának hosszú távú sérülése árán, mondta a politikus. Az izraeli törvények szerint a miniszter lemondásával Benjamin Netanyahu miniszterelnökhöz kerül vissza a védelmi tárca irányítása. Lieberman távozásával várhatóan Sofa Landwehr, a bevándorlók ügyeivel foglalkozó miniszter is távozik hivatalából. A keddi hallgatólagos fegyverszünet azt jelenti, hogy formálisan nem jelentik be a támadások leállítását, ám informálisan jelzik Gázának, hogy amíg nem érkezik újabb provokáció, addig nem indul újabb izraeli csapás.